Oké, akkor el is indultunk. Tar, most mondom neked, itt van a szén, ez a faszén. Ebből hogy gondolod, ha te az, akkor mindegy. Az faszén. Oké. Na igen. Szóval ebből gyártsál magadnak, légy szíves, fáklyákat, mielőtt elfelejtjük. Most van nálam 40 darab. Oké. Jaj, esik oda künn a eső. A eső? A eső. A eső, az jó. De raktam be fölé egy kis fáklyát is. Nem tudom, gyerekek, én úgy lagolok. Te úgy lagolsz? Ah, nem kicsit. Az nem jó. De nagyon. Ja. Figyeljetek már, valaki lenyúlta az üvegemet? Én nem tudok biztos, róla. Hogy nem. Mert hogy nem lépünk be a felvevő szerverekre. Csak úgy. Az hát egyik, a másik, hogy úgy nincs mihez üveget használni, te. De hogy nincs. Nem úgy, hanem, hogy most nem kraptoltunk semmilyet, amihez üveg kellene. Hát én akkor sem bízok bennetek. Jó, mi se benned, ez egy másik kérdés. Ja, hogy itt van nálam benne másik dobozomban, a dugi dobozban. Figyelj, itt van egyébként majdnem két tek üveg félre rakva a lent a tárolóba. Na, akkor mindjárt megyek bugázni. Annyi. Bugajakabb. Azért egy tizet hagyjál nekem, légy szíves, hát ha valami craftinghoz kell. Ezt a izé. Lagi macit. Nem jau. Nem jau? Nem jau. Hú, itt hoztátok az anyagokat ezerrel. Tök jó ezeket a sárdokat, ezeket, ha sokat gyűjtögetjük, akkor ez a Tarumcraftnak a különböző ilyen varázslataihoz, meg felfedezéshez meg fog kelleni. Varum? Valami, most még egyelőre nem nagyon találom magam, hogy merre kéne mennem. Hát én nem csak magam. Halványra dunztom, úgyhogy hol vagyunk most. Oké. Az a lényeg, hogy képbe vagyunk. Annyira képbe. Hát te például így most felébe. Így, belemártok arcodba bele, na, tessék. Kösz. Ott tartottunk, ha jól emlékszem, hogy elkezdtétek fölhordani a bányát. Nem, mert föl is hordtuk. Már föl is hordtátok, nagyon jó. Ja, én meg itt bevágtam ilyen kavicsokat a dobozba, meg ilyenek. Igen. Igen, na. Akkor kezdjünk egy olyat, hogy arborétum. Amihez aranycső kell, az kivitelezhető, és a logger. Jaj, ahhoz gyémántcső kell. Jó, gyémántunk meg, ha jól emlékszem, nem igazán volt. De egy 11 darab van, csak mondjuk nem biztos, hogy ezt föl kéne használni. Az nem biztos, hogy örülnél neki, ha ebből fafarmat csinálnék az 5 darab gyémántból. Meg ha jól látom, akkor oda van bedobva 2 darab bányászbéka izéhez. Azt mondjuk, ne bánsd. Nem terveztem, hogy bántom, csak próbálom így lekövetni a dolgokat. Meg közben gyártom a kavicsot. Mert hogy nagyon fontos, hogy égetett tüzellátkővel készítsek el dolgokat. Köszönjük szépen, Pala. Örülök neki, hogy egyetértünk. Abszolút. Még igazság szerint van gyémántunk, tehát tulajdonképpen még a Twilight-ba is átmehetnénk kalandozni. Hova? Hát a Twilight-ba. Jó, ja, jó, oké. Akkor viszont építsünk egy házikót, ahol megépítjük a Twilight portát. Még egy házikót? Hát egy falut építünk.
Igen. Nincs, te jó, sok házikóval. Azt mondom, hogy építünk egy falut, persze, ja. Jó. Erről beszéltem én is. Valami Twilight portál, tehát úgy kell csinálni, hogy ugye földblokkokat kell csinálnunk majd, amivel körbevesszük a portát, ez egy 4x4-es cucc, akkor veszek magamhoz földet első körben. Aztán fölmegyek a tarthoz, és megnézem, hogy hova építjük ezt a kis bodigát. Merre vagytad? Hát én elmentem kalandozni, de egyébként csak 100 méterre vagyok a háztól, fát gyűjtöttem. Jó. Akkor én úgy döntöttem, hogy ezt a creeper robbanás nyomait itt betömöm, és utána ennek a helyére elkezdtem kialakítani a dolgot. Jaj, ne! Aha, igen. Remek. Hát jó, hát most... attól még... hova tűnt a nagy... fa? Ezt kivágtuk? Én voltam, aki kivágta az előző részben, mert útban van a leendő kis épülethez. Amit még gőzöd, nincs, hogy mi lesz. Ami még gőzöd, nincs, hogy mi lesz, igen. Meg hogy fog kinézni, de útban volt az a lényeg. Ja. Érted? Nem. Oké. Na, ne csináld ezt velem. És akkor hozni kéne ilyen, mondjuk virágokat, meg ilyeneket. Az van nálam, csomó. Van nálad egy csomó? Nagyon jó. Az kell. Igen, körbe kell rakni mindenféle természetes dologgal a portának a keretét. Hát tudom, csak kíváncsi voltam, hogy figyelsz. Itt vagyok. Hova mész? Lemegyek építőanyagért. Itt van nálam, azt is hoztam. Jó, oké. És hova kezdted el építeni? Mindjárt mutatom. Ahova, amit? Ahova, amit? Igen, és ezt, ha így kirakom... ó, nagyon jó. Építőanyag. Így nekem jövök fölfelé. Hol vagytad? Ott, ahol voltál. Ó, de nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Mi nem jó? Nem ezzel a kővel akarom építeni, mert ez csúnya. Hoztam izét, hoztam díszes kavicsot. Én megütöm ma. De a díszes kavics a másikból van, ne építsem el mindent ezzel. De hát akkor se kóbőszonnal, hát... mert a házam is abból van, bajod van a házammal? Nem, az a te házad. És a pincéjében van minden. És tényleg ez fontos, ez... hogy lebontsd azt, amit felépítettem? Igen. Nem bírom lebontani. Elfogyott a csákányom. Van nálad csákány? Van, de nem adok. No. Nem. Szétverem kézzel. Mikor csináljuk meg azt a kis dungeon-t? Azt a kis dungeon-t? Mondták már YouTube kommentben, hogy... meg... mit csináltok? Ez igazán nem volt szép. Légy jó kisfiú. És ez is, amit itt rosszul raktam le, üsszét köt. Jaj, sötétedik. Ú, tasz.
Ez csúnya volt. Jó, és vizet hogy hozunk bele? Vödörben. Van vödröd? Hát de van fém. Tehát igazából tudunk csinálni vödröt. Igen, körbe rakod ilyen virág valami. Ja, hogy vágjátról jobb. Ó, de jó, most meg fúrnak nálunk, de jó. Igen, és ez tökéletesen hallatszódik is. Hát, azt kell mondjam, hogy sajnos nem tudok ellene. Jóvá! Nem tudok ellene tenni. Úgyhogy azt kérjük a kedves nézőktől, hogy próbálják meg inkább élvezni. A fúrás. Lásd. Hát. Fogják. Biztosan fogják értékelni. Jézusom, ez mi ez az épület, amit itt elkezdtél építeni? Az egy nagy épület lesz, és majd megmondom. És na, igen, nagy lesz. És jó nagy lesz, igen. De mi lesz ez? Ha elkészült, megmondom. Értelek, jó. Addig hagyjál még neki időt, hogy gondolkozzon rajta. Így van. Jaj, meg tudom, mit akartam még készíteni. Hát én mondjuk páncélt magamnak, meg ilyesmit. Minek az? Csak úgy. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a páncél jó legyen rajtad. Jó. Mit nem hoztam magammal? Vödröt. És ha szerencsénk van, akkor beszpónol minket egy olyan barlangba, ami tele van nyersanyaggal. Mm. Volt már ilyen a történelemben? Volt. És most akkor megyek vödröcska. Ellapom a vizet. Igen. Írjuk ide, hogy ez itt egy... Víz? Twilight portál. Mhm. Úgy. Itt akartok lenni, amikor belevágom a gyémántot? Igen. Hogy értek? Megyek. Megyek. Dröven? Persze, mit tudjuk már réges rég? Én is. Fűha. Tessék, kész a Twilight portál, de én meg nem vagyok felkészülve ilyen közlekedésre, tehát az még idő. Mert mit nincs? Nem rommá használt páncélzatom, helyem a táskába, csákányom, kardom, mi kell még? Nekem kéne tyúk. Tyúk. Igen. Hát tudod, abból lesz tól, így. De van farmunk rá. Tolhoz? Hát dob húst is, meg így tollat is.
Igen. Ja, ne csináljak magamnak kardot, mert van. Jó. Na, akkor kezdjük el itt a kipakolását a táskának, hogy legyen helyünk. Sódert voltároljuk. Kovakövünk van? Kovakövünk. Hát itt konkrétan külön tárolva nincs, de rengeteg sóderünk van, tehát fogsz egy lapátot, lerakod, felszeded, vagy ha maceráljuk, akkor azt hiszem azonnal lesz, megnézem. Hol van Grével? Mennyi kell belőle? Hát kell. Azért valami... 10-20. Jó, akkor csinálja a macerátor ezért a stacket, jó? Jó, köszönöm. Mik ezek a romok itt? Romok? Hát amik ilyen érdekes épület kezdemények, és van rajtuk... Nem, ez egy bányának a kiárata. És azt hiszem, ez Dreven volt. Én visszam a balhét. Gondoltam. Előfordulhat, hogy... Nem akarok beleszólni, srácok. Azt hiszem, le fogunk most állni. Igen? Nagyon szerettem volna most csontport keríteni. Rájöttem, azt hiszem, hogy... Ja nem, csak át kell írni a szervert. Tegyük már át Easy-re, jó, ne pedig Peaceful-ra. Igen? Aha. Oké, leállunk.